1945. november 20-án Nürnbergben megkezdődik a per, amelyen a történelem során első ízben kerülnek a vádlottak padjára háborús bűnösök, és amelyen az ítéletet a béke elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények miatt mondják ki. A tettei következményeitől való félelem miatt Hitler, Himmler és Goebbels az öngyilkosságot választja. De Hitler cinkosainak többségét 1945. novemberében a történelem ítélőszéke elé állítják, és elnyerik megérdemelt büntetésüket, a kötél általi halált. június 24-én a moszkvai Vörös téren díszszemlét tartanak a szovjet fegyveres erők a fasizmus feletti győzelem tiszteletére. Erről azonban még sem Stirlitz, sem senki más a világon nem tud. Ma, március 24-én a háború még nem ért véget, és ezért Maxim Maximich Iszájev ezredes visszatér Berlinbe. Megy, hogy folytassa a munkáját. Bemutattuk a Tavasz 17 pillanata című filmsorozat befejező részét. A forgatókönyvet írta Julian Szimjonov. Rendezte Tatjana Lioznova. Fényképezte Piotr Katajev. Zene Mikhail Tarivergyev. Thank you.